Há, hogy mindenkinek helyre vagyok, és ma Heroes of the Storm-ozni fogunk, mégpedig van két küldetésem. Az egyik az, hogy egy Specialist Hero-val játszak, a másik az, hogy egy Super Hero-val játszak. Épp ezért fogunk ma Jaina-val játszani. Nem, igazából Jaina-val azért fogunk játszani, mert még ma, amikor én ezt a videót felveszem, Jaina Free. Igen, ez holnap már nem lesz az, de mára van videóm számotokra. Igen. És ezért fogunk ma Jaina-val játszani, Jaina egy ranged assassin. És van egy jó kis buildem, nagyon-nagyon-nagyon tud burstolni, ugye csak úgy puff, meghaltál. Szóval lássuk mire jutunk vele. Jó van, hölgyeim és uraim, a Garden of Terror pályán fogunk ma játszani, és lemerném fogadni, mivel hogy kemény hajnali 7-8 óra van, hogy tele vagyunk oroszokkal a szerveren. Hát, senkinek nincsenek szerű betűi. Szóval a mi csapatunk a Nilberak, Sergeant Hammer, Jaina, Raynor, Nazebo, az ellenség csapata pedig Valla, Abathur, Lili, Sonya és Sergeant Hammer. Az első képesség, amit fel fogok venni, az a Deep Chill lesz. Lényegében a passzívunk az, hogy lassítja az ellenséget. Minden képességünk, amit kilövünk, az lassítja az ellenségünket. Ez a Frostbite talent. Akkor ezen kívül még a Q az egy skill shot. Hoppá! Az ég az egy AoE, valamint a dupla vénket azt most látjátok ott akcióban. Szerintem láttátok akcióban. És mivel hogy ugye egy képességet rányomunk így az ellenségre, akkor láthatjátok, hogy megjelenik azt a sok kis hópehely, szia Valla. És amikor az a hópehely megjelenik rajtuk, ugye akkor hat rájuk a képességünk, és miközben a képességük hatása alatt vannak, extra sebzést fognak elszenvedni mindenkitől. Be kéne menjek azért a Regen Globe-ért, de nem fogok tudni sajnos. Közben Nubrak meghalt, és meghalt Nazebo és a boton. Talán, ha jól látom. Valla, please. Oh, Valla. Oh, dammit. Jó, oké. Okay. Igazából nem tudom, mit csinálni egy Vallával és egy Lilivel. Ráadásul az a Valla, az legalább level 7-es, mivel hogy az az utolsó skin tintje. Nagyon nem tudunk vele mit csinálni, de úton vagyok. Meg is pingelem, hogy megyek. Közben Sergeant Hammert a miden kiüldözik az ellenség Sergeant Hammerjét, és picit dövöldözni fognak egymásra. Jó, megérkeztünk. Nagyon nincs mit tenni, szóval ezeket csak így meg kéne ölni. Ott hiába is próbálkoznék bármit is tenni, nagyon nem tudok mit. Van egy jó kis healerjük, szerintem Lily az egyik legjobb healer az egész csapatban. Az egész játékban, bocsánat, nagyon nincs mit tenni ellen. Ott van Valla, igen, rossz pozícióban, és előbbrák talán nem tudja megállítani. Kár. Kár, pedig potenciálisan jó dolgok történhetek volna belőle, hogyha Anubraknak sikerül megállítani a Vallát, de nem sikerült sajnos. Van 40 akármennyi szírünk, és engem sikeresen eltalált a torony, mivel jó vagyok ebben a játékban. Jó, igaza van, oké. Okay. Itt vagyok, toljuk! Jöjjön a delp, kell a delp! Egyedül nem tudom megölni. Ráadásul nincs healerünk a csapatban. Ha jól észrevettem. Jól vettem észre, nincs bizony. Az érdekes, nekik pedig van egy Liliük, és a Lili azért az Lili. Lilit könnyű is játszani, meg úgy csak úgy általánosságban mélyben egyszerű Lili. Mert csak nyomogatni kell a skilleket, és akkor automatikusan mennek a healek meg a dolgok. De rengeteget. Rengeteg mindent tudtunk csinálni, megyek. Rengeteg szívet össze tudtunk szedni, és ezzel Valla lesz a szart, hogy jövök. Valla lesz a szart, hogy jövök. És illetve Hearthstone azok. Jó, oké. Okay. Gyertek, delpeljetek. Nekem nagyon delpeljetek. Közben ott lehet nagyon megy a harc, de igazából olyan, hogy valaki segíteni nekem, de ha nem jön senki, se tőlünk, se az ellenségtől, az nem baj, én szerintem, hogy még mindig jobban fogok járni. Na most, hogyha ezt jó helyre dobjuk, mégpedig ide, akkor így most 5 dolgot egyszerre el fog érni, látjátok? Egy kis tip nektek, hogy így csináljátok.
mert így elér mindent, amit el kell érjen a dolog lényegében. És Sergeant Hammer persze már megy, és csinálja is azt, amit csinálnia kell, de már kicsit későn lesz neki, ugyanis bizony-bizony. Bizony-bizony a tornyoknak már lőttek. És az egy tornyosat el fog pusztulni, szerintem. Ja, nem, még egy picikét még ott bírja. De semmi baj majd ennek a tornyoknak, mert végig szóval teszünk egy olyan, hogy Sergeant Hammer nem tudjon elmenni. Sergeant Hammer gyönyörű virág lett. És most kicsikét még üldözzük, de hátra fog minket lökni, ami szerintem hülyeség, hogy egy tank ilyesmire képes, de nem baj, semmi baj. És szerintem igen jó munkát végeztünk ezzel, és Sergeant Hammer meg fog halni. Wrecked! Jaina Burst! Jaina Burst, bitches! Valla, please! Valla, please! Ó, meg fog halni. Ó, meg fog halni. Nem baj, rengeteg siege damage hoztunk be ezzel a csapatnak, sőt, az egész játékban torony magasra mi vezetünk siege damage szempontjából. Nem tudom, hogy mi történik igazából, de jövök le én is. Jövök le én is a botra, és ott igencsak üldözik Sonyát, Sonyának elég kevés az élete, de szerintem Lily meg fogja őket healelni. Sergeant Hammer, te mit csinálsz? Te miért akarsz body blockolni? Kérlek szépen, Sergeant Hammer, please. Oké, úton vagyok. Öljük meg. Hopp. Sonya úgy néz ki, hogy meg akar halni, és Sonya jön, megpróbál. Valamit csinálni, de igazából nem fog tudni semmit. Ott van egy Sergeant Hammer, igen rossz pozícióban. Szia, megint akart, hogy megöldösselek? Nem mondtam el nektek, hogy milyen képességet vettük fel. Ugye, Envenom az lényegében a lóból a smite. Csak máshogy hívják őket, és el van kapva valla, igen csak, de viszont túl lassúak voltunk. És így nem sikerül összehozni semmit, viszont Sergeant Hammer megint nem tudja, hogy nem szabad Jaina-val játszani, viszont valla tudja, hogy szabad Jaina-val játszani. Szóval Envenom lényegében a smite. És feltettük azt, hogy Ice Fire az ég sokkal nagyobb szögben szóródik, valamint kevesebb a cooldownja, ami hasznos lehet. Úton vagyok, bár nem tudom mennyire kellene úton megyek még. Kellene XP, az a baj, hogy nincs XP-nk. Nincs fent senki toppon például. Nincs... Kész, wrecked. Ennyi a Jaina Burst. Ennyi a Jaina Burst. Na most ez a golem, ez a miénk lesz, az tuti. És jön az ellenség, úgy jön, nézzek oda a kis mocskos Sergeant Hammerre. De ezt szerintem meg fogod bánni, haver. Úgy bizony meg is bántad. És én is. Én is jutottam, hogy Sergeant Hammerünk is el fog pusztulni, ott nincs mit tenni igazából. És a csapatunk eléggé el lett picsázva. A csapatunk előtt eléggé picsázva, viszont amikor meglett a gólemünk, akkor igencsak jót nyomultunk előre, és szerintem jól jártunk vele. Tehát itt ezek a tornyok is elég szarul állnak. Lent még mindig megy a harc keményem. Lejövök, megpróbálom majd mágikusan elvágni a kiútukat. Ring of Frost, lényegében lefagyaszt mindenkit. Pontosan így! Viszont azért nem kellene... Envenom? Esetleg? Nem kellene egy olyan Sonyával harcolni, aki egy szinten fölöttem van. Meg ő Sonya, és Sonya túlél mindent. Tehát azt tudjuk. A Sergeant Hammerok ott fenn a toppon harcolnak, az úgy nem lesz jó, de a mi Sergeant Hammernek sokkal több az élete, szóval ilyen szempontból jól állunk. Az a nyomáshoz kezdett visszamenni, és a mi Sergeant Hammerünk bizony a másik útival megöli az ellenség Sergeant Hammerjét. Ami remek. Igazából nem tudom, hogy a Napalm Strike ultit mikor vennéd fel úgy igazán, ha csak nem akkor, amikor a Haunted Mines pályán vagy. Tényleg igazán nem tudok más okot, hogy mikor lehetne úgy őket felvenni. És ennek a tornak lényegében mindjárt vége is lesz. Hölgyeim és uraim. Torony wrecked.
És már tökre jövünk is vissza, négyében már se torony, se semmi itt toppon, és pusztítjuk el fel az egészet, ahogy azt ti láthatjátok nagyon-nagyon jól. Sergeant Hammer Napalmstrike igazából engem annyira nem zavar. Kicsit innen kimegyünk, így. Várunk egy picit. Felpattanunk így, jön Sergeant Hammer. Megyünk tovább. Úristen, komolyan. Wow, na. Camp, please nem. Jó, no, Sergeant Hammer próbál okoskodni. Cuki nagyon. Hoppá. Ott egy csomó ellenség. Sergeant Hammer, puff! Ha! Jó, a következő képesség, amit felveszünk, az a sprint lesz. És találtok ki, mit lehet csinálni a sprinttel. Wow, igen, sprintelni! Hát az a következő aktív képesség, amit felvettünk, szóval most már el tudunk futni, ha el kell fussunk. Igen, intenzíven el tudunk futni. Valahol meg tudunk küzdeni? Hát nem úgy néz ki. Nem úgy néz ki, meg tudunk könnyedén küzdeni, szóval inkább csak ezeket szerezzük meg, így. Nagyszerű. És nézzük meg, hogy Valla miben ügyeskedik. Mert ugye láttuk, hogy itt van a toppon. Ha itt van Valla, mert pedig nincs, de Sergeant Hammer itt van. Akkor el tudunk a picsába lényegében. Jó. Király. Nezibó meghal. Viszont itt most befagyasztunk mindenkit, mint állat. Úgy bizony, és nem fogok megölni Lilit, de nem fog sikerülni, és meghalunk. Igen, csak meghalunk. Gyerünk, Enoberak, meg kell öld. Vallát, köszönöm szépen. Úristen, ott Hearthstone-ozik Lili, és senki nem képes megölni. Mi van itt, Istenem? Mi van itt? Ez egy érdekes meccs amúgy. Ez mindenképp egy érdekes meccs. Szerintem mindjárt lesz elég szídünk, hogy meglegyen a következő Garden of Terrorunk. Ami nagyon remek lenne, itt ide még kellene egy kis delp. De jövök. Jövök lefele botra, ott van mindenki botom. Botom megy most az akció, hölgyeim és uraim, keményen. És én meg csak jövök. Jézus Isten, te geci. Hiász, muszáj volt megölj, igaz? Muszáj volt meglövj engem, mi? Jól van, Sonya. Nagyon sok mindent nem tudok veled csinálni most jelenleg. Viszont így már igen, és az ott egy halott Sonya lesz, kérem szépen. Oké. Okay. Torony. Toronynak rekt. Benyújtom a sprintet véletlenül, semmi baj. Oda nyomunk egy olyat. Igen, és egy vallát talán el is értünk. Nagyszerű. Nem akarok tankolni, nem akarom ezt most tankolni, please. Please, nincs semmi életem. Ott úton vagyok. Jövök, Nazirból, csak kérlek, hogy tankolj, jó? Mert én képtelen vagyok tankolni. Ha tankolod, én segítek neked. És kinyírjuk, mint állat. De egyedül nem. Wrecked. A következő képesség, amit felveszünk, a 16-os szintem, az a Northern Exposure lesz. Ha valakit az énkkel meglövünk, akkor az igen erősen vulnerable lesz, tehát jobban sebezhető lesz. Igazából mi sokkal jobban állunk ezeken az objektíveken, ami remek. Tehát legközelebb valószínűleg én fogom felvenni a terrort. És amint felvettem a terrort, akkor ide jövök, ide teszek megint egy olyan kis duplavét. Aztán szerintem lefutok ide botra, és a boton is ledobok egyet, tehát... tehát szerintem ez így jó lesz. Mi az? Overgrowth. Igen. Delp. Gyertek delpelni, please, fontos. Ide így, és akkor ezzel mind a négyet elkapjuk. Így. Fel, hogy nem is törődik fel az ellenség csapata, egyáltalán. Egyáltalán Lily, please. Változ virággá, köszönöm.
Köszönöm, az minden vágyam, hogy világgá változz, Léli. Nem mondtam még neked, de az minden vágyam. Annak is annyi, és akkor ennek is vége lesz. Lili nem igazán tudja, ahogy látom, nem igazán tudja azt, hogy mire kell fókuszálni, hogyha egy Garden of Terrorral állunk szemben. Az ellenség tarolra se. Ezért az ellenség tarolra se tudja, szóval. Jó, és akkor most elfutunk, de utánunk futnak, semmi baj. Gyere nyugodtan, én ezt így ide ledobom. Jó, csak így lazán. Oké. Okay. Gyertek, semmi baj. Elsmételünk most a picsába. Csöcsörö. Ring a Frost, basszátok meg! Oké, okay, Lili. Csak lehettem össze-vissza stunolva, és... nem jutottunk semmire, főleg, hogy mindenki elkezdett visszafele vonulni Naziból is. De igazából szerintem jól jártunk ezzel a terrorral is. Mert itt a középső sávon már jönni fognak ezek a csodálatos kis katapultok, és ezek a csodálatos kis katapultok, hát el tudnak pusztítani mindent. Mivel, hogy a fort az elpusztult, az ellenség fortja. Viszont egy elég komoly hussal állunk szemben, boton, de szerintem annak hamarosan vége lesz, ugyanis mi hárman vagyunk, ők, hát ők is régében hárman vannak, de szerintem itt nem lesz semmi gond. A Sergeant Hammer el fog tűnni a picsába onnan, az nem is probléma. És Lili is, tehát mindenki szépen visszavonul. Na most szerintem ezt meg kéne szerezni, mint állat. Szerintem azt mindenképp meg kéne szerezni. És nem csapat harcolni, hanem arra rá koncentrálni. Jól van. Oké, okay, Sonya meg fog halni. Nagyszerű, Sonya meghalt. A tankjuknak annyi, és akkor most kellene ezeket megszerezni, gyerekek, gyerünk, valaki segítsen nekem. Mert ezek komoly pust tudnak nyomni. Majd. Főleg, hogy nincs ott már semmi abszolút. Igen, valamit kell csináljunk majd amúgy még Abathelnek is. A Jézus Isten, a lagok. Kell csináljunk valamit majd Abathelnek. Az ultiával is, aki ott csak úgy járkál szabadon a toppon. Cold Snap lényegében még erősebb lesz az ultink, a heroikunk, amit nem magyaráztam el soha, és ezért elnézést is kérek. Még fel is robban, nem csak hogy befogyaszt az ellenséget, de még fel is robban a középső része, és az ott egy nagyon halott Lili lesz, és mi megöltük Vallát is egyből, szóval ilyen szempontból jól állunk. Természetesen ott topon van egy kis probléma. Azzal valamit tenni kell, és szerintem megyek is, és teszek vele valamit hamarosan. Megyek. Már nem, mert ott van az egész csapat, szóval már nem lesz probléma. Valaki más felveszi majd a terrort, és akkor, ha felveszik a terrort, akkor az úgy jó lesz. Ezt meg kéne szerezni, tudjanak nyomni, pont úgy, ahogy ők nyomnak itt. Semmi probléma nélkül, senki nem törődik vele az egész ellenség csapatától, hölgyeim és uraim. Nem tudom, mit csinálnak, de valamit kellene csináljanak velük azért. Ha kicsit meggondolnák a dolgokat. Kellett volna egy kis deáp. Nekem. Na, most már mindegy. Most már nem. Senki nem akarja felvenni. Senki nem akarja felvenni a terrort, Istenem. Akkor felveszem én, nem probléma. Vagy ha Sergeant Hammer fel akarja, akkor inkább vegye fel Sergeant Hammer. Fontosabb. Csak a korra nyomuljunk rá. Hammer. Istenem, miért nem menjünk rá a korra? Kérdezem én, mikor előnyben vagyunk. Jönnek a melkek és jönnek mindenek. Totál előnyben vagyunk. Nem kellene most harcoljunk másokkal. Most csak egyszerűen rá kéne menjünk korra, és akkor el tudnánk pusztítani simán a dolgot. Így valahogy. Jön már végre Hammer is. És akkor szerintem ez itt egy GG lesz, hölgyeim és uraim. Ezt a meccset is sikeresen megnyertük. Kicsit sokszor haltunk meg, 8-szor, de
De győztünk. Hé. Hey. Győztünk. Az a lényeg, nem? Lényegében szerintem. Szerintem ez egy jó meccs volt. Nem azért, mert nyertünk, nem csak azért, mert nyertünk, hanem azért is, mert érdekes volt, hogy az ellenség 23 ölést vitt véghez, mi meg csak 18-at, de mégis mi nyertünk. Miért? Azért, mert mi foglalkoztunk az objektívvel, és mi megszereztük a terrorokat. Lényegében nekik egyszer volt terrorjuk, azon kívül egyáltalán nem töltöttek semmit, abszolút semmit azokkal, hogy a szigreket, a magvakat megszerezzék. És nekünk volt az egész játékban a legtöbb siege damage-ünk, annak ellenére, hogy ott volt velünk Sergeant Hammer is. Hero damage-ben nem néztünk ki azért olyan jól. XP-ben a harmadik legtöbb XP-t szereztünk a csapatnak, ami effektív azt jelenti, hogy hány tornyot pusztítottunk, hány minion hullámot öltünk meg, és ilyesmik. A halált azt ne nézzük meg, jó? A halált azt ne nézzük meg. Abban utolsók vagyunk. Remélem tetszett a mai Heroes of the Storm videó, ha igen, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, mert az nagyon sokat segít. Valamint, hogyha újak vagytok a csatornán, én azt ajánlom, hogy iratkozzatok fel, hiszen ezt a játékot még fogjuk játszani igencsak sokszor, és ezt a sorozatot még folytatni fogjuk. Legközelebb valószínűleg pénteken már találkozunk egy másik hőssel, meglátjuk akkor, ki lesz a Freeben. Rider voltam, hamarosan találkozunk, de addig is játsz tovább!